A szakadáton évek óta üresen álló volt kocsma épületéből tervezik megvalósítani a közösségi házat. A település lakóinak nagy örömére. Eredetileg forgácsoló üzemet akartak itt indítani, de a falu vezetése ezt nem engedte, inkább felújítaná és a lakóknak adná az épületet, hogy különböző programokat szervezhessenek ide. Nem engedtük, hogy más megvásárolja, hanem a falué maradjon. Azt mondták, hogy máshol mindent eladnak, mi megvenni akarunk. Hát mondtam, olyan pénz forrását rendelkezésre nem szabad hagyni. Itt tartunk, várjuk a Líder értékelést, reméljük, hogy nyerünk, és már kivitelezővel mindenkivel tárgyaltunk, és akkor megvalósítanák. Reményeik szerint nekik is jut a pályázati forrásokból, hogy az épületet átalakíthassák az egész falu javára. Az immár 25 éve a település vezetője elmondta, már régóta nagy szükség lenne egy ilyen célokra hasznosítható modern épületre. Az utókornak egy olyan valamit valósítanánk meg, ami már régi vágy volt, hogy itt a központon legyen egy ilyen épület, ahol egyéb rendezvényeket, egyébként is a karácsonyi, meg a egy-egy ünnepségeket itt szoktuk tartani. A tervek között szerepel az ingatlan teljes külső-belső felújítása, a térkövezéstől kezdve az új nyílászárókig, burkolatokig. De még a kéményt is újra raknák, és egy szökőkutat is szeretnének építeni a bejárat előtti részen.